Először is gratulálok az első győzelmethez, az MTK-sel vezetőedzőként, ráadásul ezt otthon sikerült. Hogyan értékelnéd a találkozót, hogy élted meg ezt a mérkőzést? Úgy értem meg, hogy örülök nagyon, nagyon természetesen a sikernek, és azt gondolom, hogy 30 percen keresztül sikerült ráerőltetni az akaratunkat a Diósgyőrre. Az utána lévő 60 percben ez változott a mezőnyben, de a védekezésünk akkor rendben volt. Tehát azt mondanám, hogy 30 perc jó futball volt, és 60 perc munka, ami meghozta az eredményt. Ugye rendszert váltottál most erre a mérkőzésre, 4 védő helyett 3 védővel és 2 hát szárnyvédővel álltunk föl. Mi volt ennek az oka? A Diósgyőri játékához próbáltuk kialakítani a taktikát, és úgy ítéltem meg a korábbi mérkőzések alapján, és a Puskás mérkőzés, illetve a pénteki edzőmérkőzés alapján, hogy a távolságokkal nem jó gazdálkodunk, sajnos ezzel ma is volt problémánk, és így úgy gondoltam, hogy hátul belül zárjuk le a területeket a Diósgyőr ellen, és miután viszonylag kevés helyzet dolgozott ki a Diósgyőr, azt gondolom, hogy ez működött is. Ugye említetted, hogy jól működött a védekezés. Mit gondolsz, mennyire köszönhető ez annak, hogy Pintér Ádám is visszatért, és most már bevethető volt ő is? Hát természetesen az ilyen kaliberű játékosokra szükségünk van. Az Ádám ennek a védekezésnek vezére volt. Nagyon sokat kommunikáltam is vele is, és a belső védőkkel is, úgyhogy természetes ez fontos volt. De a mai mérkőzésnek a legfontosabb apropója a Kanta Józsinak a 300. mérkőzése.